Sziasztok! Ez az egyik legkülönlegesebb videó, amit vártam idén, hogy elkészítsek, ugyanis ma a Venus Optics-nak a Lauva Probe lencét fogjuk kipróbálni. Láttatok már ilyen lencsét? Hát nem így néz ki egy tipikus objektív, de mi ez a furcsa dolog? Hát ez kb. Olyan, mintha mikroszkóppá varázsolnád a kamerádat, annyira különleges sátokat lehet vele csinálni. Láttatok már a bevezetőben is, de fogok mutatni mindent, elmesélek a lencséről, kinek való, kinek nem, megéri-e megvenni, hogy használjuk. Jöjjön az intro, és mindent megbeszélünk. Mi ketten, itt vagy. Intro. Kezdjük azzal is, hogy mi ez a lencse. Már maga a csomagolása is nagyon különleges, egy ilyen, minthogyha valami bankból hoznék ki pénzt, úgy lehet kinyitni és benne tároljuk. Ez egy 24 mm-es makró lencse, ami különleges, mert a makró általában ugye ilyen 100 mm között szokott lenni, hogy legyen egy távolság ugye a között, amit felveszünk. Itt is van, hiszen itt van a gép, és hiszen innen számoljuk, és kb. Pont éppen a hegye elé, a lencse végének a hegye elé van a fókuszálás minimum távolsága, de ezáltal nagyon közel tudunk lenni, meg bemenni helyekre, épp ez a lényege a lencsének, ami nagyon profin van elkészítve, van benne hép, aperture blende, és amúgy 27 különböző optikai elemből áll. Hát ez nem a tipikus lencséd. Alapból ugye egy makrolencse 24 mm-en, minden manuális és a blende 14-től indul és 40-ig megy. De pont a különleges kialakításának köszönhetően a 14-nél is egy gyönyörű mélységélesség érhető el, viszont mivel nem egy 4-es, nem 2-8-as, rengeteg fényre van szükségünk, kifejezetten akkor, hogyha lassított felvételbe gondolkozunk, és amúgy meg is éri úgy gondolkozni, ezért nyilván, aki egy ilyen lencsébe gondolkozik, már van egy jó kamerája, tud lassan felvenni, lassított módban meg nagyon lassan is felvesz, meg rengeteg fény is rendelkezésre áll. A másik része pedig, hogy kell hozzá egy slider, hogy úgy tudjuk használni. De beszéljünk a lencséről. Tehát ugye az egyik részénél állítjuk azt, hogy milyen legyen a blende, a másikon pedig manuálisan a fókuszt, ami lehet tényleg nagyon-nagyon kicsi mélységélességgel, épp hogy a hegye előtt lévő valami, de akkor tényleg szinte minden más homályos, vagy a végtelenségig is el lehet vinni, és használhatnánk egy sima 24 mm-es lencsének is, de nyilván nem olyan jó minősége, mint például az, amivel felveszek a Sony-nak a 24-1.4 GM-je, de ez például arra jó, hogyha egy hírósátot be fogok rakni, például amikor ételről szednék egy hírósátot, akkor inkább felcsavartam mind a blendét is, hogy nagyobb legyen a mélységünk, ugye, amit látunk élesen, és még a távolságot is messzebbre raktam, ezért látszott több minden az ételből, és a végén is a hírósátnak is lehetett használni. Még kettő különleges dolog van a lencsében, azon kívül, ahogy kinéz, hogy van itt egy USB csatlakozó. Miért van itt az USB csatlakozó? Hát azért, mert bevágom, inkább így nem fogjátok látni, de a végén van egy ring light, egy LED kör fény, hiszen mivel be tud menni helyekre, és hiába használunk külső fényeket, néha ott nem áll rendelkezésünkre, és ezért jó, hogy egy sima USB-C és mondjuk egy powerbank-kel összekötve tudjuk használni, és mivel ez itt van, azért ezzel kezdtem, mert viszont ettől fölfele folyadékálló a lencse. Ergo, ha mondjuk azt találjuk ki, hogy mondjuk egy kávéba, kólába, tejbe, vízbe, akármibe szeretnénk belemenni, belemehet a lencse. Csak mindig legyen nálunk törlő kendő, hogy le tudjuk törölni. Például az egyik set, aminél használtam, ott egy reszelőbe mentem bele, és narancshéjat reszeltünk, és ment ugye oldalról világítottam, amúgy használtam a ring lightot is, de hát ugye az a cédrus vagy valami, nem tudom minek hívják, ami jön ki a narancsból, hát teljesen ráment, utána egyből le kellett törölni, de mivel ez a lencse bírja, ezt simán meg lehetett csinálni. Na de egyáltalán miért annyira különleges ez a lencse, és miért vagyok izgatott tőle, mert hát pontosan olyan felvételeket lehet készíteni, amit eddig nem tudtunk megcsinálni. Olyan helyekre juthatunk le, olyan perspektívát mutathatunk be, annyira közel kerülhetünk, mint még soha. Következő kérdés, hogy egyáltalán miért akarnánk megvenni egy ilyen lencsét? Hát azért, mert
lehet, hogy van valamilyen akciókamerán, GoPro, van 360, akármicsoda, de azok egyrésztről nem full frame, és ennek a verziója, ez most ugye egy Sony csatlakozás, de van Canon, Nikon, Fuji, ugye így rá lehet rakni akár egy Red 8K-s felvételre is, és az eleje ugye vízálló, tehát víz alatti vagy vízbe menő felvételeket is tudunk készíteni, meg annyira közel kerülhetünk, ugye, ahogy elmondtam, az egyediség. Tehát, hogyha valaki sok ilyen termékfotót csinál, és szeretné, hogy ne egy GoPro minőségben, hanem akár mint az A7S3, full frame, 4K, 10 bit, 4.2.2, és még sorolhatnám az S-Log és társai, ez a lencse nagyon jó tud lenni. De maradjatok a végig, mert elmondom, hogy nem biztos, hogy megéri megvenni, mert vannak más opciók is, hogy valami ilyesmit tudjunk használni. A következő érdekesség maga a formája. Nyilván láttatok már egy tipikus optikát, lencsét, ehhez képest ugye ennek a formája olyan, és még makró is, tehát közel lehet menni. Ami azt jelenti, hogy 1:4 arányban tudunk ránagyítani, és sokszor egy makró lencsének nevezett is 1:1 vagy 1:2 arányt mutat, ez meg 1:4 arányba képes felvenni nagyon jó minőségben. A bokéről vagy a háttérelmosásról nem is beszélve, hiába 14-ről indul, de pont a lencse felépítése miatt, hogyha úgy állítjuk, hogy 14-es blendén van, és az pont előttünk lévő tárgyakra szeretnénk ráfókuszálni, akkor zseniális, gyönyörű elmosást csinál. Ami kell, az tűéles, a többi dolog meg gyönyörűen el van mosva. Beszéljünk a használatáról, és hát az első tipp, amit meg kell mutatnom, hogy ha nem tudnátok, írtam egy könyvet, és tavaly kiadta a HVG Vive Valora címe, lifehack-ek vannak benne, én márka, produktivitás, link a leírásban, és amúgy van napi blog is róla, hogyha szeretnétek, nézzétek meg, menjetek a csatornámra át, de fel kellett vennem, mert voltak ilyen felvételek, ugye a neten, hogy a könyvön keresztül lehet menni, úgyhogy egy kis betekintés, nézzétek meg, milyen különleges. Hogy tetszik, kommentbe írd le. A használata kapcsán fontos elmondani még nagyon sokszor, hogy rengeteg fényre van szükség, sliderre is szükségünk van, mert így tudjuk azt a nagyon finom mozgást elérni, főleg, hogyha mondjuk motorikus a sliderünk és jó minőségű, mert ugyanis bármilyen pici kis mozgás, most próbálom kitartani, direkt mondjuk magam teszem, és nyilván van egy apró mozgás benne, amit egy makrolencse, főleg egy ilyen különleges szögben az észlel. És nyilván, hogyha mondjuk vlogolunk, és van egy 16 millis lencsénk, és megyünk közbe, és úgy rászkódik, az annál a produkciónál annyira nem számít, de ezt a lencsét akkor fogjuk használni, mondjuk reklámfilmet készítünk, vagy valami biztos olyan felvétel a témánk, aminek nagyon precíznek kell lennie. Nem szabad, hogy bármilyen mozgás belemenjen, főleg ugye még egyszer mondva a hossza miatt sem. Szóval milyen triksetokat lehet csinálni? Hát tényleg a határt csak a kreativitásunk szabja. Belemehetünk dolgokba, akármivel vízálló olyanokba is, nadrágba, kávéba, kávészemekbe lehet menni, akár ráközelíteni a szemre is. Eszméletlen milyen fejeteket lehet csinálni. Elérehet rakni mondjuk valamit, és követi mondjuk, hogy ez még egy kanalat rárögzítünk, és akkor ezzel ilyen first person view-ba mondjuk írni tudunk, vagy akkor a kanállal kanalazunk, tehát ez is nagyon jó, hogyha úgy van egy cipzárnak a mondjuk az útját le tudjuk követni. Aztán használhatjuk valamilyen turntable-lel, ugye, ami forog, és akkor úgy kalkuláljuk a mozgást, hogy ahogy megyünk, látszik valami mondjuk hátrébb, de ahogy pont már visszaérkezünk, beforog valamilyen link, tehát az is kreativitást tud adni. És az is egy fontos szempont, hogyha mondjuk valami olyan előre-hátra mozgást csinálunk, ahol mondjuk kényelmesebb az, hogy beállítjuk a végére, és onnan húzzuk magunk felé, lehet, hogy az alap, amit szeretnénk majd átadni a videónak a végén, ahogy elkészül, az előről megy, tehát, hogy előrefele megy, de mégis érdemesebb visszafele felmenni, és majd megfordítjuk, és valamit gyorsítunk, valamit lassítunk, de ez is egy trükk, mert valahogy könnyebb hátrafele húzni, mint tolni előre, ugye, hogyha manuális slidert használunk. Aztán ilyen hírósátoknak be lehet állítani, hogyha mondjuk valaki segít nekünk ételeknél azt, hogy mondjuk valamit felszed, miközben megyünk, utána ráönt valamit, és mindez egyszerre szépen halad, és akkor nem csak maga az a különleges makró problémes
látképünk van, hanem még valami történik is, tehát érdemes azon is gondolkozni, hogy nem csak mit veszünk fel, hanem közben milyen mozgásokat valakinek a segítségével még miket érhetünk el. Ezek voltak a használati tippek, most nézzünk meg egy jó kis creamy b-rollt, volt az elején, de készítettem még, hogy miket tud ez a lencse. Az elköszönés előtt még néhány tippet mondanék, és beszélnék arról, hogy ez kinek való, kinek nem. Az első fontos dolog, hogy ez nem a tipikus elviszem magammal, bekapcsolom és már használom lencse, mint mondjuk egy 16-35-24-70, hanem ez az a eszköz, aminek a használatát nagyon jól meg kell tervezni előre. Rendelkeznünk kell egyrésztről azokkal az eszközökkel, amik szükségesek ahhoz, hogy jó minőségű felvételünk legyen, ha már egy ilyen lencsét használunk, hogy említettem a fényeket és a slidert. Másik, nagyon sok időt tud megsporolni, hogyha elképzeljük és pontosan leírjuk, hogy milyen shotot szeretnénk, hogy fogjuk állítani a fényeket, milyen irányba, aspektusba mutatunk meg dolgokat, mert ezáltal nagyon sok időt fogunk tudni spórolni. Valamint, hogyha a kamerátok képes rá, akkor vegyetek fel 4K 100 fps-ben, ugyanis a lassításnak köszönhetően, még ha valami mikromozgás is van, az nem fog annyira kiütni az egészből, még rá lehet rakni editálás közben valamilyen stabilizálást, és amikor speed rampelünk, tehát felgyorsítunk valamit és lelassítunk, ha a gyorsításra még rárakunk egy motion blur-t, és ugye ott van benne a stabilizálás, akkor nem nagyon fog kijönni, hogyha felvétel közben valami egy picikét megremegett. Lehet, hogy mi nem is érezzük, de ugye a hosszú lencse miatt ez érezhető lett. És az utolsó dolog az, hogy megvegyed-e, vagy ne vedd meg ezt a lencsét? Hát elég drága, bár a jó lencsék drágák, de ugye sok mindenre lehet egy lencsét használni. Ennek viszont egy nagyon speciális felhasználási területe van, és 1500 euróba kerül. Több mint 600 ezer, lehet ugyan 700 ezer forint körül van most a felvétel idején Magyarországon bruttó. Ha azt látod, hogy ez tényleg a legtöbb felvételnél, munkánál használod, akkor nyilván megéri, viszont ha úgy vagy vele, hogy jó, hát megveszem, aztán használom, amikor használom, akkor úgyis ott fog porosodni, illetve ott a polcon, akkor lehet, hogy inkább ne vedd meg, spórolj a pénzzel, költs másra, amit gyakrabban használsz, és amikor erre szükséged van, béreld ki. Lehet ezeket az eszközöket bérelni, és amit nem egy heti szinten rendszeresen használunk, akkor sokkal jobban megéri ezt, és nyilván elköltségeljük az adott produkcióra. De ha úgy érzed, hogy jobb, hogy ott van nálad, akár te is kiadhatod ezt a lencsét, és akkor úgy valamennyire visszakeresed az árát. Hát ez volt a ProBlends. Hogy tetszik, mit gondolsz róla, írd le kommentbe a véleményedet. És ha most találkoztunk először, és végignézted a videót, hát remélem tetszett, mert ha nem, jó, hát akkor köszönöm, hogy megnézted, de ha meg igen, akkor iratkozz fel, nyomd meg a csengőt, ezzel nagyon sokat segítesz nekem, sőt, küldd el ismerőseidnek is, hogy lássák, milyen különleges dolgok vannak a világban, és remélem, hogy találkozunk a következő videóban, ami vagy egy hasonló, valamilyen fotós, videós eszköznek a bemutatása lesz, nem tech review-ban, hanem így, ahogy most is láthattátok, hogy ez micsoda, mire jó, hogy használjuk, behind the scenes-el, ilyesmi, vagy pedig konkrétan elviszlek titeket egy forgatásra, és megmutatom, hogy mit, hogy vettem fel, milyen végeredménye lett, hogy editáltam, és ha még ez még nem lenne elég, vagy meggyőző ahhoz, hogy feliratkozz a csatornámra, amúgy, mint egy vállalkozó, mint egy freelancer, nagyon sok olyan tartalmam is van, hogy hogyan tudsz a legproduktívabb, leghatékonyabb önmagaddá válni. Erről szól amúgy a könyvem is. A könyvem is, ott van fent, meg a linkben is a leírása, és mindegyik fejezetről tavaly készítettem egy napi vlogot, ha érdekel, akkor azt nézd meg. Csatornámon, link a leírásban, és nagyon remélem, hogy még találkozunk. Szia! Sziasztok!